Köszöntöm a Költség televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. A MAFC ellen harcol a bennmaradásért a Marsónyíregyháza. Gól nélküli döntetlent játszott a Mezőkövesdel a Kisvárda. Egy lépésre a bajdoki döntőtől a nyíregyházi kosársuli. Mándokon tologatják a bábukat az ország legjobb női sakkozói. Európa-bajnoki érmekkel büszkélkedhettek a nyíregyházi erőemelők. 3. helyet szereztek Szegeden a tollaslabdázók. Vereséggel zárta a bajnokság középszakaszát a Marsónyíregyháza. Sitko Ernő együttese hazai környezetben a győzelmével a bennmaradás kiharcoló Jászberénytől kapott ki 86-80-ra. Nem beszéltünk meg olyat a mérkőzés előtt, hogy melyik ellenfél lenne jobb. Mi győzni szerettünk volna a hazai pályán, mindenféleképpen szerettünk volna győzni, ezt sajnos csak a második fél időben mutattuk meg, akkor viszont 5 perc alatt ledolgoztuk azt a 16 pontos hátrányt, amit az első fél időben összeszedtünk, és úgy gondolom, hogy abban meg is mutattuk az erőnket. Remélem, hogy majd a playoutban ezt az arcunkat fogjuk mutatni. A MAFC-szal játszik a csapat, a MAFC-szal van a pályaerő, játszottatok már jó néhányszor ebben a bajnokságban, egészen pontosan 4-szer. Mi lehet az üdvözítő a MAFC ellen? Mindenképpen az az üdvözítő, hogy nem úgy játszunk, mint ahogyan az utolsó 4 percben, mert nem lehet annyi labdát eladni, és nem lehet annyi rossz helyzet kiválasztást használni, mint amit az utolsó időszakában csináltunk a mérkőzésnek. Rossz ritmusban passzoltuk, nem passzoltunk oda annak az embernek, aki kifutott, gondolok itt arra, hogy a Mel kifut a Dramicsanyin ellen. Egyértelmű mismatch, oda kell tenni a labdát, mindegy. A lényeg, hogy nem szabad hagynunk, hogy ilyen kontrollálatlanul, és nem is tudom, hogy fogalmazzak, talán nem lelketlenül, reményt hagyva, vagy reményt veszítve játsszuk le azt a néhány mérkőzést, ahogyan azt ma tettük. Ahhoz, hogy a csapat bennmaradjon, egy meccset mindenképp nyerni kell Budapesten. Képes rá a csapat? Igen, mindenképpen. Úgy gondolom, hogy ezt bizonyítottuk már máskor is. Az a középszakasz első mérkőzése, az egy nagyon feltüzelt MAFC ellen történt. Most biztosan ugyanilyen lesz, de mi is feltüzelve érkezünk majd oda. Érdekes mérkőzés volt az első fél időben, a Jászberény nagyon motiváltnak tűnt, aztán a szünet után, mikor a Nyíregyháza kiegyenlített, úgy tűnt, hogy rajtatok van, rátok került a nyomás. Te hogyan láttad? Hát ugyanazt látom, utolsó 3 meccs, mint Nyíregyháza, amit játszott, ugyanaz volt a szenárió. Mi vezetünk 16 pont, utána visszajön, gondolunk, de végig a meccs, kicsit nem szorokozunk, csak tiszta helyzetek nem tud dobni. Második fél idő induló első 3-os öres volt a Dremicsin, utána volt a Rákics, és kiadjunk, persze a Nyíregyháza nem gyenge csapat, és visszajön az eredmény. Nagyon nehéz, nálunk is volt mentálisan, ez mi tudunk, de muszáj nyerni, de akarok bemaradni, de nem játszik play-out. És nagyon nehéz volt, és nagyon örülök, hogy sikerül. Gól nélküli döntetlennél zárult a labdarúgó NB2 24. fordulójának rangadója. A 70 percen keresztül emberhátrányban játszó Kisvárda Massergood a Mezőkövesd ellen szerzett egy pontot. A korai kiállítás átírta a forgatókönyvünket. Szerettünk volna itthon, hazai közönség előtt 3 pontot szerezni, megnyerni ezt a mérkőzést, de sajnos onnantól kezdve védekezésre kényszerültünk. És annak ellenére, hogy az ellenfél igazán nagy helyzetet nem tudott kialakítani, egy szituációt leszámítva, nekünk viszont voltak olyan lehetőségek, amelyekből gólokat tudtunk volna szerezni, akár még a 93. percben is. Van önben esetleg amiatt hiányérzet, hogy így nem derülhetett ki, hogy teljes létszámban mire képes ez a Kisvárda az egyik feljutásra hajtó csapat ellen? Az első 20 percben, amíg a kiállítás nem történt meg, addig is mi domináltunk ezen a mérkőzésen. Amit mi szerettünk volna megvalósítani, az akkor át is jött, és utána pedig ország véleg előtt meg kellett mutatni a csapatnak, hogy igenis tud védekezni, és úgy gondolom, hogy ebből a szituációból is nem vallottunk szégyent, és jól jöttünk ki. Az egy pont is több a semminél, tehát ezzel az egy ponttal is előrébb van azért a Kisvárda, főleg úgy, hogy ebben a fordulóban ugye az a legerszeg vereséges szemedet. A következő fordulóban Dunaújvárosban látogat a csapat, ahol elvileg előre beírná mindenki a 3 pontot, bár most bizonyította a Dunaújváros, hogy azért nem adják ingyen ők sem a pontokat. Hát így van, én úgy gondolom, hogy ennek a pontnak is jelentősége van, óriási jelentősége van, nem csak abból a szempontból, hogy most egy pontot szereztünk, vagy 3 pontot vesztettünk, vagy nem szereztünk meg, hanem abból a szempontból, hogy így azért a Mezőkövesd nem tudott ellépni. Való igaz, hogy ugye a Zalaegerszeg sem tudott, viszont tudtunk hozzá ez az egy ponttal is közelíteni. Dunaújvárosban pedig nagyon nehéz mérkőzés lesz, szerintem sokkal nehezebb, mint ez a meccs volt. Nem tudom, hogy a Mezőkövesd milyen céllal érkezett, de gondolom a 20. perc után egyértelműen a győzelem volt a cél, ennek tükrében hogyan értékeli, hogy egy ponttal távoznak Kisvárdáról?
megszereztük az előnyt, amit jelen pillanatban egy kiállítást hozott, voltak lehetőségeink emberelőnyünkben, azt nem tudtuk kihasználni, illetve volt egy 100%-os 11-est, amit elvettek tőlünk, és most a sokadik alkalom az, amikor a csapatom ellen tévednek. Összességében azt kell, hogy mondjam, megtett mindent a csapat a győzelemért. Ma ez nem sikerült, de azt hozzá kell tennem, hogy egy hősiesen visszazáró és szervezetten védekező ellenfél ellen. Két-három lehetőségünk így is megvolt, nem tudtunk betalálni. Én azt gondolom, hogy jó úton vagyunk. Nagy lépést tett a bajnoki döntő felé a nyíregyházi kosársuli, miután az elődöntő első mérkőzésén idegenben legyőzte a TFS-i csapatát. Farkasinszki Gyuláni együttese hosszabbítás után nyert 80-77-re. A csapaton belül három ember, az én úgy gondolom, hogy extrát kosárlabdázott, tehát tök mindegy volt, hogy most ütötték, verték őket, a földön voltak, tehát ők azért olyan teljesítményt nyújtottak, ami ehhez a mérkőzéshez méltó volt. Az igazság, hogy a padról bejövő embereink is megpróbálták hozzátenni azt, ami tőlük telik, több-kevesebb sikerrel. Hát ugye ahogy a Tatabány ellen mindenki, aki a kispadról bejött, pontot tudott dobni, hozzá tudott tenni ez a mérkőzéshez. Most egy olyan összevisszaság uralkodott néha, lehet, hogy én is türelmetlen voltam, de ahogy hibáztak a kispadról följövők, lecseréltem őket. Na most lehet, hogyha több lehetőséget adok, akkor lenyugszik, megnyugszik, de ezen a mérkőzésen úgy éreztem én személy szerint, hogy erre nem volt mód és lehetőség. Tehát itt, aki a pályán volt, annak minden idegszálával a mérkőzésre kellett koncentrálni. Hiába volt akár egy 10 pontos előny is a birtokunkban, az egy másfél-két perc alatt is le tudott olvadni egy 5-6 pontra. Sőt, mondom, hát a végjátékban még saját magunkra is sikerült úgy húznunk az ellenfelet, még a vezetést is átvették. Tehát egy icike-picikét fegyelmezettel védekezéssel, és talán pontosabb támadással a hazai mérkőzésen sokkal több mindent ki lehet ebből hozni. Talán azzal leptük meg a TF csapatát, hogy most kellőképpen agresszívek és kemények voltunk. Tehát ugye a mi csapatunkra az nem jellemző az, hogyha kell, hogy ezt a testest elleni küzdelmet fölvesszük, hogyha kell, akkor azokat az ütközéseket is megpróbáljuk megoldani, vagy ugye ezeket a hátrafogásokból nagyon nehezen tudtunk kikászálódni. De ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy a csapategységben egymásért küzdve, hajtva dolgoztak a lányok. Ez a hosszabbítás, ez meg aztán végképpen az utolsó tartalékainkat mozgósítottuk, de úgy látszik, hogy bennünk volt nagyobb tartalék, mi tudtuk azokat a szituációkat pontosabban megoldani, és ezzel sikerült szerintem ezt a TF csapatát legyőzni idegenben. Egy hazai győzelem hiányzik a döntőhöz, most átkerült a nyíregyházi csapatra a nyomás. Én nem tudom, hogy ez most nyomás vagy nem nyomás, tehát ugye nekünk azért ezt a TF-et évek óta nem sikerült megvennünk. Tehát a lányoknak is azt mondtam, hogy ha egyszer sikerül megjereznünk ennek a győzelemnek az ízét, akkor elképzelhető, hogy a következő mérkőzések talán lazábbra lehet őket elvenni. Természetesen nem lehet egy hazai mérkőzéssel lazára venni. Itt azért ugye nagyon pici dolgokon múlik az, hogy ezt a mérkőzést ki fogja megnyerni. Ugye nagyon fontos az, hogy ugye a dobások pontossága ugyanúgy meglegyen. És ugye, hogyha elkezdenek kintről betalálni, ugye, mert most azért a három pontosokat aránylag rossz százalékba dobták hazai pályán, de remélhetőleg nem pont a mi gyűrünk lesz az, ami kedvezni fog nekik ebben a szituációban, akkor én azt hiszem, hogy talán könnyebb lehetnek. Hát, csak nem kell felutazni Budapestre, csak itt hol vagyunk, csak ugye nem veszik ki belőlük ezt az egészet, csak nem azzal a stresszel megyek. Tehát voltak olyan játékosaink, akik már a bemelegítésnél falfehéren közlekedtek a pályán, tehát ugye hiába küldtük fel utána őket, tehát körülbelül a játékokon is látszott. Tehát az igazság, hogy ugye ezeket a tétszituációkat, ezeket a keménységeket, ezt azért kevés olyan játékosunk van még, aki ezt megmeri tenni és megmeri oldani. Reméljük, hogy most a hazai mérkőzésre, ugye itt a saját nézőközösségünk előtt, akiket most mi mindenféleképpen kérünk, hogy jöjjenek és szurkoljanak, mert nekünk ugye ez most egy nagyon fontos, tehát a döntőt játszhatunk, ilyen még a csapat életében nem fordult elő, és ugye egy nyert mérkőzésre vagyunk ettől a csodától, vagy nagy teljesítménytől, és aki itt van, én az utánpótlás is mindenkit arra fogok kérni, hogy jöjjön be, szurkoljon ennek a csapatnak, megérdemli, ez egy nagyon jó csapat, egy küzdős típusú csapat, és reméljük, hogy itt közösen mindannyian fogjuk tudni ünnepelni azt, hogy ez a csapat egy döntőt játszhat majd. 33 ponttal járultál hozzá a TFS elleni győzelemhez. Milyen volt belőle a mérkőzés? Mi dominált, a küzdelem vagy a játék?
Természetesen a küzdelem. Örülök ennek a dobott pontnak, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem, de annak még jobban, hogy sikerült nyernünk. Annak, hogy hosszabbítás van, annak pedig különösen. Milyen hazai mérkőzése számít az, hiszen talán ilyenkor azon a csapaton van egy picit nagyobb nyomás, amelyik közelebb áll a sikerhez. Ugyanilyen küzdelmes és kemény mérkőzés, tehát nem gondolom, hogy ez a TF le fog jönni, és ide fogja nekünk adni, hogy tessék, akkor játszátok ti ezt a döntőt. Ugyanakkor bízom abban, hogy amilyen a hazai közönségünk, tehát ahogy kint voltak a mérkőzéseinken és szurkolnak, ugyanazt meg fogják most is tenni, és egy nagyon jó hangulatú küzdős mérkőzésen mi fogunk nyerni. 8 játékos részvételével kezdődött meg Mándokon a Forgáskastélyban a női egyéni sakkbajnokság. A legrangosabb hazai viadalon a játékosok körmérkőzéses formában döntik el az érmek és a helyezések sorsát. A jellegét tekint ugye egy magyar női bajnokság kerül megrendezésre, ami a sakk tekintetében azért is bír jelentőséggel, mivel kétféle versenytípus van. Van az úgynevezett open verseny, ahol férfiak és nők is egymással versenyeznek, illetve van egy női bajnokság, ahol csak női résztvevők mérkőznek meg egymással. Ez a jellegét tekintve. A minőségét tekintve én azt gondolom, hogy Magyarország legjobb női sakkozói szinte majdnem teljes létszámban képviseltetik magukat, úgyhogy azt gondolom, hogy egy színvonalas és igazán minőségi verseny kerül itt most megrendezésre. A sakkolimpiai csapat kijelölése szempontjából milyen falsű ez a mostani bajnokság, mennyit nyomnak alatban majd az itt elért eredmények? Biztos, hogy meghatározó, de nem döntő jelentőségű. Ugyanahogy mondtam, már vannak olyan versenyzők, akik nem tudnak egyéb elfoglaltságuk révén itt most részt venni, és ők ugyanúgy esélyesek arra, hogy az olimpián részt vegyenek. Tehát van összefüggés, de nem kizárólagos. A legmagasabb élőpontszámmal rendelkezik a mezőnyben, ez azt jelenti, hogy jön a verseny első számú esélyese? Az élőpontszáma havonta változik, tehát ez csak egy pillanatnyi, most ez egy pillanatnyi állása. Nagyon közel vagyunk egymáshoz a többiekkel élőben, nyitott a verseny teljes mértékben. Milyen erős a mezőny, kik lehetnek a legnagyobb ellenfele? Nagyon sok ifi játékos indul most a magyar női bajnokságon, tehetségesek, fiatalok, nagyon sokat sakkoznak, szorgalmasak, tehát nem tudnék most megnevezni külön senkit, de mindannyian esélyesek. Sakkolimpiai éve van, ilyenkor fajsúlyosabb egy magyar bajnokság, mint általában? A magyar női egyéni bajnokság mindig nagyon fontos esemény az évben, de most különösen, hiszen szeptemberben Bakuban olimpiai válogatott versenyre is készülünk, úgyhogy mindenképpen nagyon fontos. Egy ilyen hétnapos versenyen, ahol minden nap egy parti van, mennyire fontos a mentális felkészülés mellett a fizikai felkészülés? Természetesen nagyon fontos, de azt gondolom, itt ideális körülmények között tudunk készülni, gyönyörű környezetben vagyunk, úgyhogy minden adott a megfelelő felkészüléshez. Testvérpárharccal kezdődik a bajnokság, a torna. Egy ilyen mérkőzéstek van esélyese? Hagyomány, hogy ilyen körmérkőzéses versenyeken mi a testvéremmel együtt játszunk. Nem kell túl nagy csatára számítani, ennyit elárulhatok. Másfél évvel ezelőtt alakult meg Nyíregyházán a Kelet-Erdélyes Sportegyesület, amelynek erőemelői már Európa-bajnoki érmekkel is büszkélkedhetnek. Fő célunk az volt, hogy a fiatalokat mentálisan és fizikailag is erőssé tegyük, tehát nem csak fizikailag, mentálisan is. Ellensúlyozzuk az internet hatását, esetleges rossz társaságok, vagy egészségtelen életmód hatását. A kezdeti három főről, most már körülbelül 20-an vagyunk, 20 versenyző, ifjúsági szinten nagyon szép eredményeket értünk el országosan, sőt most már nemzetköziben is Európa-bajnokságon vettek részt a versenyzőink. Erről azért beszélünk egy picit bővebben. Hányan voltatok az Európa-bajnokságon, hol rendezték, milyen mezőnyben, milyen eredményekre lehettek büszkék? Észtországban rendezték, ez volt a második erőemelő Európa-bajnokság, amelyet segítő felszerelés nélkül rendeztek. Három versenyzőnk volt, plusz az edző, Szimcsina Mihály, a versenyző Kulcsán Dávid, Horváth Péter és Szimcsina Mihály ifjabbik. Ketten érmeket hoztak, nagyon erős mezőnyben, sőt Dávid, Kulcsán Dávid aranyesélyes is volt, sajnos nem úgy jött ki a lépés a versenyen, azonban vele mindenképpen számolni kell nemzetközi szinten, mert egy őserő és ős tehetség. Ki és milyen színű érmet hozott? Dávid a felhúzás fogás nemben hozott egy bronzérmet, és Szimcsina Mihály is felhúzás fogás nemben bronzérmet. Misiké, úgy hívjuk, hogy Misiké, ő ifjúsági kategóriában, ami 18 év alatt van, Dávid junior kategóriában, 23 év alatti kategóriában hozta ezt.
a laikusok kedvéért milyen nemekben mérjük össze tudásukat a versenyzők, milyen fogásnemekben? Az erőemelés kicsit hasonlít a súlyemelésre, nem két fogás van, hanem három. A guggolás az első, sorrendben utána a fekvenyomás, és utána a felhúzás, ez a harmadik. Mindegyik fogásnemben lehet érmet nyerni, de az összetett eredmény a legértékesebb, az a legnagyobb trófea. A súlyemeléshez hasonlóan egy nagyon munkás sportágról van szó. Mennyit edzenek a versenyzők, hány tonnát mozgatnak meg mondjuk napi vagy heti szinten? Változó, van olyan hét, amikor körülbelül 90 tonna csak a munkaismétlések, tehát a kiegészítő gyakorlatokat nem veszük bele. Heti 3-tól 5 napot edzenek, jellemzően a versenyzők, lehet ettől többet is, attól függ, hogy a felkészülés mely szakaszában vannak. És nagyon objektív sportág, ahogy említetted, tehát nem nagyon van helye a rizsának, tehát itt teljesítményt könnyű mérni. Milyen körülmények között, milyen feltételek mellett tudtok dolgozni, hiszen azért egy olyan sportágról van szó, amelyben nem mindegy a táplálkozás, nem mindegy, hogy ki mit teszik, és azért a versenyekre is el kell jutni, el kell utazni, ott kell tartózkodni. Ez valóban így van, jelen pillanatban a Vásárhelyi Pál szakközépiskola pincéjében edzünk, nagyon köszönjük, hogy helyet adtak nekünk, azonban már kinőttük ezeket a körülményeket, saját súlyzóinkkal dolgozunk, tehát mi hoztunk, illetve az Évízben vannak súlyzók, és önerőből megyünk el versenyekre, tehát a fiúk, a lányok dobják össze a versenyekre a nevezési díjakat, az utazási pénzeket, ezt szeretnénk megváltoztatni, ugyanis a városnak hozunk dicsőséget, és nem is keveset ebből a sporttal. A táplálkozást azt is mindenki önerőből oldja meg, Dávid, Kulcsár Dávid, az említett Dávid, aki válogatott versenyző, most már olyan jó szinten van, hogy egy országos táplálék kiegészítő cégi szponzorája, havi elég jelentős mennyiségű táplálék kiegészítőkkel. Ismét egy megmérettetésre készültök, országos bajnokság, ezt mekkora csapatra és milyen célokkal utaztok majd? Az országos bajnokság csak felnőtt kategóriában lesz most megrendezve, mi nagyon fiatalokkal indulunk, tehát 15 évestől fölfelé, körülbelül 20 év az átlag életkor, vagy annál is kevesebb, ezt csak ketten rontjuk, Misi bácsi és én. Körülbelül 20-an leszünk ott, és az a cél, hogy a csapatversenyben, csapatbajnokságban elcsípjünk egy dobogós helyezést. Egy picit tovább tekintünk az országos bajnokságban, ebben az évben milyen jelentősebb verseny vár még az egyesület tagjaira? A második legnagyobb fókuszú versenyünk az az ifjúsági és junior országos bajnokság lesz, az októberben lesz megrendezve. Ott viszont szeretnénk szinte minden súlycsoportban érmeket, illetve aranyérmeket hozni. A 93 kiló, ahol ugye Dávid szerepel, az szinte lehetetlen elrontani, de nagyon sok esélyes más versenyzőnk is van. Ha még egy picit tovább tekintünk, akkor milyen tervek, célok vannak még előttetek? Szeretnénk bővíteni egyrészt a taglétszámot, illetve olyan támogatásra leállni, ahol hely, eszközigényt találni, mert a sportág nagyon egészséges és nagyon fejlődik. A fiatalok között nagyon népszerű, egyre többen jönnek, akik nem csak szépek, hanem erősek is akarnak lenni. Jellemnevelő hatású. Azt szeretnénk, hogyha az iskolákban indítanánk egy mozgalmat itt a Szabolcs megyében. Egy bronzéremet értél haza az Európa-bajnokságról. Milyen tervekkel, milyen célok utaztál, mennyire felel meg ez az érem az elvárásaidnak? Én nagyon örülök a bronzérmemnek. Igazából úgy készültem Európa-bajnokságra, hogy legalább egy érmet elhozzak. Guggolásban sikerült országos rekordot csinálnom, meg felhúzásban is, és hát én meg vagyok magammal elégedve. Mi a jó, mi a szép ebben a sportágban, mi az, ami megragadott, hiszen azért egy olyan sportágról van szó, ahol nagyon nagy súlyokat kell megmozgatni nap, mint nap. Először is engem az fogott meg ebben a sportban, hogy apukám is súlyemelő volt, testvérem is erőemelő volt. Nagyon szeretem a súlyokat, szeretek erőlködni, meg hát nagyon tetszik nekem ez a sport, mert ez egy egyéni sport, és ha én itt jó vagyok, akkor jó vagyok. A jövő hétvégén Tabon rendezik meg az országos bajnokságot, oda milyen céllal utazol, ifjúságkorú vagy, még ugye a felnőttek mezőnyében versenyzel majd? Oda úgy készülök, hogy szeretnék hozni még egy országos csúcsot, és hát így leginkább az októberi országosra készülök, mert ott az én korcsoportomban tudok versenyezni, úgyhogy most csak ennyi lenne. Távlatilag mi a célod ebben a sportágban? Minél több aranyérmet szeretnék. Szeretnék nagyon sok nemzetközi versenyen versenyezni, és hát jó helyezéseket elérni. Egy bronzéremmel és egy ötödik helyezéssel tértek haza a balkáni birkózók a Diák Olimpia országos döntőjéről.
március végén Püspökladányban volt a Diák 2-es Diák Olimpia, ahol Uri Sándor 54 kg-ban harmadik helyezést ért el. A Diák 2-esek a legfiatalabb birkózók, akik már részt vehetnek a Diák Olimpia küzdelmeiben. Rá egy hétre a Pest Erzsébeti MTK-nál volt a Diák 1-es és a Serdülő Diák Olimpia, ahol Diák 1-es versenyzőnk sajnos sérülés miatt feladta a vigaszági mérkőzés után a küzdelmet, így 7.-8. helyezett lett, viszont Serdülőben 42 kg-ban Gilányi Alex 5. helyezést ért el. A három döntőben összesen hányan szerepeltek balkányi színekben? 4 versenyzőt üttem el, hát ezekre a nagy versenyekre általában csak mindig azokat a gyerekeket viszük el, akik éremesélyesek vagy helyezésre alkalmasak, illetve a tehetségük meg határozza azt, hogy bekerüljenek a döntőbe. Egyébként ebben a sportágban milyen erős a Diák Olimpia mezőnye, hiszen a legtöbb sportágban olyanok vannak ott, akik azért egyes illeti színekben kiemelkedően teljesítenek. 300 fő volt átlagban a résztvevő, nagyon sokáig tartott a verseny, este 8 után értek végéket a döntők. Az egész ország versenyzői rajtozáltak itt. És hát mondhatom, hogy egy kicsit elgondolkodtam, hogy lehet, hogy az egyes számot növelni kellene, mert mintha egy picit lemaradtunk volna a többiektől. Ettől függetlenül mennyire elégedettek? 42 kilóban nem vagyok elég elégedett Alex teljesítményével, mert 38 kilóból átesett 42-be. Meggyőződésem, hogy 38 kilóban megnyerte volna a versenyt, viszont Sanyinak az a harmadik helyezésével tökéletesen elégedett vagyok. Ezek a srácok a Célsván Balkány színeiben birkóznak egyesületi szinten. Mit kell tudni most az egyesületről, hány gyerekkel foglalkoznak és milyen eredményeket értek el? Hát edzésen olyan 20 körüli létszámmal dolgozunk. Hát a birkózás nem az a sport, aki becsöppen valahol, tehát becsöppennek, és akkor rögtön eredményt fognak elérni, ez legalább egy év kemény munka kell. Sanyinak is másfél év munka volt az, hogy elérje ezt a harmadik helyezést. Hát dolgozunk, csináljuk, tehetségek vannak, hál' Istennek, nincs probléma az utánpótlással, pici gyerekek is vannak. Hát nem tudom, meglátjuk majd, hogy mit hoz a jövő. Ebben az évben milyen komolyabb versenyek várnak még a srácokra? Hát jövő héten kezdődik a magyar bajnokság. Tehát úgy van a birkózásban, hogy egy fél év kötött fogás, fél év szabad fogás van. Most a kötött fogású fél évet teljesítik a gyerekek, és most jön a magyar bajnokság. Ez is ugyanolyan fontos, mint a Diák Olimpia, talán még fontosabb, ugyanis a szövetségnek az elszámolási rendszer, ahonnan kapjuk a támogatást a magyar bajnoki eredményekre alapul. És meg kell még említenem kadett korosztályban Pásztor Rihárdot, aki 2 éve már az akadémián Budapesten edz. Nagy valószínűség szerint indul a Svédország Európa bajnokságon, illetve a grúz világbajnokságon. A balkániak most már hosszú évek után rendezek egy rangos nemzetközi versenyt, idén lesz ilyen? Igen, szeptember 3-án lesz a Celspán Kupa, mi már 5. alkalommal rendezzük. Most is 4 külföldi csapatot várunk, és körülbelül 300 fővel fogunk indulni ezen a versenyen. Hát ez az év nyitó versenye a birkózók számára, és nagyon szeretnek ide járni, hál' Istennek, az egész országból. Mikor kezdtél el birkózni, és miért éppen ezt a sportágat választottad? Hát 4. koromban kezdtem, a 2010-ben. Hát elsősorban azért kezdtem el ezt a sportágat, mert nagybátyám is ott birkózott. Hát úgy kezdtem ilyen hobbi szinten, utána így belecsöppentem a versenyekbe. Első versenyem 2011-ben volt Bökönybe, ott első helyezést értem el, utána így sorba sikerült felállnom a dobogó felső fokára, és az első nagy versenyemet 2013-ban, ott sajnos kiestem, utána a következő években is nagyon rosszul sikerült, de tavaly magyar bajnokságon 2. lettem. Hát a mostani magyar bajnokságon, hogy le tudtam vonfogyni, akkor sima első, de így 5. lettem. Mi a jó ebben a sportágban, hiszen azért gyimakolják az embert és csapolják a szőnyeket? Hát igen, ez jó, mert fizikai erőlét megvan, fejlődik az ember, és technikailag is változik a mindenben.
akkor nekem most ez a birkózás sokat segít a testnevelési órákon is. Most vannak az ilyen felmérések, testibulott általában mindig én vagyok a legjobb. Te mikor kezdtél el birkózni, és miért pont emellett a sportág mellett döntöttél? Én 2 éve kezdtem el birkózni, és azért döntöttem emellett a sportág mellett, mert a nagypapám is birkózott, és nagyon jó eredményeket ért el. Te milyen reményekkel utaztál most a diákolimpia döntőre, mi szeretnél volna elérni? Ezt a helyezést. Elérni a dobogós helyezést. Magyar bajnokságon, hát ott egy ugyanilyen dobogós helyezést, és feljebb dobogó felső fogára. Husz megyebeli versenyző lépett pályára Szegeden, a tollaslabda diákolimpia országos döntőjében, ahonnan 3 bronzéremmel tértek haza Jakab Péterné és Gönczi Andrea tanítványai. Szegeden rendezték meg a tollaslabda diákolimpia országos döntői, Szabolcs Szatmár Bereg megyét 20 gyerek képviselte. Milyen úton, milyen eredmények után lehetett eljutni a fináléba? Hát először városi döntőt rendeztünk, a városi döntőből megyei döntőre jutottak a gyerekek, a megyei döntőről pedig ki lehetett jutni az országos döntőre az első 4 helyezetnek. Mekkora volt a mezőny, mennyien léptek pályára Szegeden? Szegeden több mint 400 gyerek lépett pályára, 6 korcsoportban, 1-től 6-i korcsoportban. Ez egy 3 napos rendezvény volt. 3 bronzéremmel tértek haza a megye képviselői a Tisza partjáról. Kik szerezték az érmeket? Hát a Zelk Zoltán általános iskolából Veronyák Roland a 2. korcsoportos fiúk közül szerzett érmet, a Kodály Zoltán általános iskolából Vince Gyöngyvér szerzett bronzérmet, és Kulcsán Levente pedig az Apácaiból. Mennyire felel meg ez a 3 érem az elvárásoknak, az előzetes reményeknek? Hát az előzetes reményeknek megfelel, inkább azért vagyok inkább elkeseredett, mert sokkal jobb eredmények születtek az elmúlt évek során. Hát érezhető egyre inkább, hogy a körülményeink már nem ugyanolyanok, mint pár évvel ezelőtt voltak. Mennyire népszerű egyébként itt Nyíregyházán a sportág, hiszen rengeteg olyan más sportág van, ami próbálja magához kötni a gyerekeket? Hát népszerű lenne, nagyon sok gyerek szeretne tollaslabdázni, csak éppen a helyhiány miatt nem mindig tudunk annyi gyerekkel minőségben foglalkozni, amennyivel szeretnénk. A gyerekek, a 3 bronzérmes felkészítő tanárait nevezzük már meg mindenképp. Hát Gönczi Andrea az edzőtársam, és jó magam. Ketten visszük az egyesület, vagy a szakosztályt. A diákolimpiai döntővel véget ért a diákolimpiai sorozat, de ezek a gyerekek egyesületi színekben is versenyeznek. Milyen versenyeken vannak már túl az idén, és mi van még előttük? Az elmúlt hétvégén rendezték meg az országos bajnokságot az U15-ös kategóriában. Itt már Simon Balázs személyében egy U15-ös egyéni bronzéremmel rendelkezünk, és Nyéki Soma és Simon Balázs második helyezést értek el fiúpárosban. Egyébként a tollaslabdára mi a jellemző, amikor befejezik a gyerekek az általános iskolát vagy a középiskolát, folytatják-e, vagy tudják-e valahol folytatni tovább, vagy pedig abba hagyják, mint előfordul jó néhány sportágban? Aki egy kicsit járatos a tollaslabdában, lehet, hogy ismeri Bukovicki Bianca, meg Bukovicki Nikoletta nevét. Hát sajnos ők ettől az évtől kezdve Pécsen folytatják a tollaslabdázást, mert nem tudtunk olyan körülményeket és lehetőséget biztosítani számukra. Viszont azt el kell, hogy mondjam, hogy ők játszották a 6-os korcsoportban, az A kategóriában a döntőt, ami nagyon szívmelengető érzés volt, meg egyben szívszorító is, mert hát a mi tanítványaink csak Pécs színeiben. Te is ott voltál Szegeden a diákolimpia országos döntőben, milyen reményekkel érkeztél, mivel lettél volna elégedett a verseny előtt? 3. lettem, de az első helyre is esélyes voltam, de sajnos elrontottam egy meccset. Hogy lehet elrontani egy meccset? Nem tudtam odafigyelni, nagyon elborult az agyam, ideges voltam. 6 éve tollaslabdázol, mit szeretnél elérni ebben a sportágban? Talán ez az eddig legjobb eredményed. Hát igen, jó lenne az A korcsoportban 3. lenni, vagy talán 1. majd valamikor. Mennyit edzettek, mennyit készültök egy héten? Heti 2-3 edzés körülbelül. Milyen eredményre utaztál Szegedről az országos döntőre, mivel lettél volna a versenyhőt elégedett? 3. lettem, hát szerettem volna 1. lenni. Nagyon szoros mérkőzésbe kaptam ki. Mióta tollasozol, és mi a legjobb eredményed eddig? 4 éve tollaslabdázok, a Zelk Zoltánba kezdtem, és a legjobb helyem az 1. Mi a szép szerinted ebben a sportágban? Hát sokat lehet mozogni benne. És milyen eredményeket szeretnél még elérni, mi lesz a legközelebbi komoly versenyed? A magyar bajnokságon most lesz 2 hét múlva, azon 1. szeretnék lenni. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk 1 hét múlva a viszontlátásra.